in a storm, standing in a storm. And come with me to wait. A következő kísérlethez otthon is felhasznált anyagokat fogunk használni. Mosogatószer, szódabikarbóna és víz. Ezeket már betettem ebbe az idejébe kellettem. És még egy anyagot, ezzel csapat. Come with me to wait, let's go all the way. Miután az anyagokat beletettük, az üveget egy kicsit összerázzuk. És innentől, ha minden igaz, akkor a nyomás keletkezik bent, hogy lefeszíti a fokat. Ha minden igaz. Ebben a kísérletben úgyszintén otthon megtalálható anyagokat fogunk használni. Itt a Petri csészében előttem tejet láthattuk, és ételfestéket fogunk használni különböző színekben. Fontos, hogy igyekezzünk kevés ételfestéket beletenni. A kevés azért relatív fogalom. Utána a főpiszkálóra mosogatószert teszünk, és ahogy beleér a tejbe, megbontja a felületi feszültségét, emiatt az ételfesték kiszorul abba a térből, ahol van. Ha még mosogatószer van a fülpiszkálón, addig lehet ismételni. Az utolsó kísérletünkben egy nem newtoni folyadékot fogok nektek mutatni. Ez bár bonyolultan hangzik, könnyű elkészíteni otthoni anyagokból is. Nem kell hozzá más, mint víz, valamint étkezési keményítő. Ezeket jól összekeverjük. Rengeteg kevergetés után nagyjából itt járunk. Ezt a folyadékot, hogyha lassan érintjük meg, akkor folyadék, ha viszont gyorsan, akkor akár el is tudjuk tépni. Most pedig nézzük meg, hogy mi lesz ebből a folyadékból, ha rátesszük egy nagy mély nyomóra, és ráteszünk egy frekvenciatesztet.